Szép jó estét kívánok mindenkinek! Hát ez a fórum annak az apropójából fog most létrejönni, meg a gondolat is, hogy itt vagyunk ugye Valentin nap előestjén. Én tudom, hogy nagyon sok embernek ez nem igazán jó téma, meg nem szívesen foglalkozik vele. Mi azért mégis teszünk egy kísérletet, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez ezt a szerelem dolgot. Egy kicsit más szemszögből fogjuk megnézni. Egy nagyon-nagyon nagy szakértője van itt, ő volt már itt a fórumunkban, de most ő is megkíséri nekünk ezt a valentinnapos, szerelmes, édes, csöpögős, idézőjelbe persze, dolgot egy kicsit más szemszögből nézni. Úgyhogy én felhozom magam mellé Német Szilviát, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, Szilvia. Átadom, és mutassuk meg, hogy igenis van értelme ennek a dolognak. Adom a hangot. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Német Szilvia vagyok, és nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek így Valentin nap előestéjén. Bár Magyarországon nem olyan régi hagyománynak számít a szerelmesek ünnepe, gyökerei egészen a római korig nyúlnak vissza, a szerelem pedig maga még ennél is régebbi, éppen egyidős az emberiséggel, és mi magunk is ennek a csodának köszönhetjük a létezésünket. Szerelem van, volt és lesz, és akár szerelmes voltál, akár éppen szerelmes vagy, egy biztos, szerelmes leszel. Ezért hát fogadjátok szeretettel szerelmes verseimet és meséimet. Három verset és három mesét hoztam el ma estére, és ezeket három részre tagoltam. Az első verse, az még látszólag nem a szerelemről szól, az első verse együtt, de majd a végén elmondom, hogy mégis hogyan kapcsolódnak ide. A második mese már a várakozásé, a harmadik mese, az utolsó két verse pedig elrepít bennünket abba a csodálatos állapotba, ahová titkon, vagy nem annyira titkon, mindannyian vágyunk. Fogadjátok hát őket szeretettel. Az első vers címe a mai naphoz, illetve a holnapi naphoz egy kicsit furcsán cseng első hallásra, magány. Mi a magány? Tudom én azt. Nem csak az, amikor egyedül vagy. Lelked kéri a segítséget, csendben ordít, hogy szeressed. Nem mástól várt, kintről nem jő. Van ott benned elegendő. Szeresd magad, s a magány szalad. S mikor újra egyedül maradsz, akkor sem hívod magányosnak magad. Ez volt az első vers, most pedig következzen a Hernyó Varázs című mese. Hernyó Varázs. A tavaszi nap verőfényes sugarai kíváncsian pásztázták az erdőbéli tájat. Hosszú és rideg tél után lassan új élet költözött mindenbe. A hóvirágok már elnyíltak, helyettük pompás, színes, illatos virágszőnyeg borította az erdők alját. A fák még nem bontották ki rügyeiket, így bőséges fény jutott mindennek, ami később a lombkoronák árnyékában már éhezett. A sziklákon üdezöld mohák kövérkedtek, s apró zöld levelei közt egy szőrös kis hernyó bújt meg. Nem olyan régen kelt ki egy páfránylevél fonákára helyezett petéből. Amint első pillantása körbejárt az új világon, amelyre érkezett, csupa üres tetehéjat talált maga körül. Testvérei rég elhagyták szülőhelyüket, s messze jártak. Néhányan közülük madarak, hangyák vagy pókok martalékává lettek, de erről a kis hernyó mit sem tudott. Ő csak egy dolgot érzett, végtelen magány. Egyedül volt egy félelmetesen nagy világban, és azt sem tudta ki ő, és mi végre került ide. Bízz az ösztöneidben, súgta egy barátságos napsugár, miközben fénykezével finoman végig simított a félelemtől összegömbölyödött kis hernyó bánatos arcán. A szeretettel teli érintés bátorságot öntött a kis hernyó szívébe, kitekeredett, s második pillantása már vidámabban esett a környező világra. Lassan kezdte észrevenni a körülötte levő szépséget, a virágok színkavalkádját, az illatok édes áradatát, a fű, a moha, a páfrány étvágy gerjesztő zöldjét. A kis hernyó kezdett tehát megbarátkozni az élettel, s a mohával benőtt ciklán napozva töltötte mindennapjait egészen addig, míg az első tavaszi zápor meg nem érkezett, s bőséges esővízzel locsolta meg a természetet.
A kis hernyó sziklájának tövében hatalmas pocsolya keletkezett, és amikor a fellegek tovakúztak az égen, a hernyó ennek a tócsának a tükrébe belenézett. Annak előtte sosem látta még magát, ezért azt gondolta, nem csak a környező világ gyönyörűséges, önmagában belül is érezte a szépséget. De amikor a tócsába tekintett, elborzott attól, amit látott. Soha semmivel nem találkozott még, ami ennyire csúf volt, mint ő maga. Először az ijjettségtől visszahúzta a fejét, majd újra lepillantott, mert remélte, csak tévedés, amit látott. De a tükörkép nem változott. Egy csúnya, szőrös, fekete valami nézett farkas szemet vele. Ez volnék én, ez a szörnyetek, hogyan lehetséges ez? Hiszen körülöttem annyira szép minden. Hogyan lehet, hogy én ennyire csúnyának születtem? Ó, ne félj, szólt a kis hernyóhoz ismét a barátságos napsugár. Érzed magadban belül a szépséget, igaz? Hidd el, hogy ott is van. Most még csúnyának látod magad, de szépséged egyszer mindenkit elkápráztat. Csak bízd magadban, és adj időt, hogy a varázslat megtörténhessen. A kis hernyó nem hitte el ezt az egészet, összegömbölyödött, és gyűlölettel gondolt magára. Így maradt több napon át, bármit is suttogott fülébe a szél, bármit énekeltek neki a madarak, bármit csilingeltek a csillagok. Egyszer csak furcsa érzése támadt, egyre feszített a bőre, egyre inkább úgy érezte, túlnőne önmagán, de nincs helye. Aztán a régi bőr egy halk recsenéssel felszakadt, és a kis hernyó csodálkozva mászott elő új bőrében, amitől új külsőt remélt. Gyorsan a pocsolyához mászott, és újra lepillantott. Amit ekkor látott, már nem egy csúnya kis hernyó volt, hanem egy gusztustalan nagy hernyó hatalmas szőrszálakkal. Ó, ez borzalmas, kiáltott a napnak a hernyó, szörnyűbb, mint valaha. Drága hernyó, érkezett segítségére a barátságos napsugár. Fogadd el magad, ez is te vagy. De amint mondtam, a szépség benned is ott van. Csak adj időt, és járd végig az utat. A nagy hernyó nem tudott mit tenni. Hiába kívánta, hogy csípje fel egy madár, támadjon rá egy pók, vagy történjék bármi, ami véget vett nyomorúságos életének. Az erdő tündérei titkon vigyáztak rá, és szomorúságában osztozva várták a csodát, amikor a csúf hernyó ráébred valódi önmagára. Lassan teltek a mindennapok. A nagy hernyó bánatosan és unatta rácsálta a mohatápláló leveleit, és nagy évben elkerülte a pocsolyát. Kezdte elfogadni saját csúfságát, a környező világ szépségével vigasztalta magát. Mélyen szívta magába a friss erdei levegőt, s órákig napfötőzött a mohos sziklapuha bársonyán feküdve. Észrevette, hogy akármilyen csúnya is, épp úgy süt rá a nap, mint a körülötte pompázó virágokra, épp úgy cirógatja a szellő, épp úgy mossa le róla a port a lágy tavaszi eső. Egy napon bátor ötlete támadt. Szeretett volna az öreg sziklánál többet látni a világból, ezért rászánta magát egy nagy kalandra, és lassan visszamászott arra a páfrányra, amelyiknek a fonákján először látta meg a napvilágot. Visszatért az üresen hagyott tetehéjak mellé, hogy elbúcsúzzon a múltjától, és elinduljon egy új világ felé. Hát, amint ott lógott a páfrány levél hátoldalán, furcsa dolog történt. Egész teste megmerevedett, s képtelen volt megmozdulni. Mi történik velem? Kiabált kétségbe esetten. Kövé dermedtem, nem tudok mozdulni sem. A napsugár barátja újra mellette termett, s körülciógatva e szavakkal vigasztalta. Ne félj, kedves, ez is része az életednek. Hittel, láttam már ilyet, közel a csoda, ne add fel. A hernyó nem tehetett semmit. Teste mozdulatlanul pihent, miközben furcsa valami vont a körbe, s minden besötétedett. Nem tudta, hány nappal vagy hány éjszaka telt el, de sötét bábja mélyén különös változások történtek. Teste is változott, tudta, érezte ezt, de ami igazán fontos volt az, hogy lelkében a félelmet idővel boldog várakozás váltotta fel. Biztonságot érzett, tudta, bármi történjék is, minden rendben van, s valóban hamarosan elérkezik a csoda.
Amikor a lebukónak vöröses fényével elköszönt az utolsó tavaszi napsugár, s reggel a nyári nap melengető ereje ébresztette az erdőt, a páfrány levélfonákján a különös börtön ajtaja felpattan, s egy csodálatosan szép pillangó bújt elő elszáradt bábjából, gyűrött szárnyait lassan, óvatosan bontogatva. Majd ezek a szárnyak maguktól felkapták, s a tükörként használt pocsolyához vetítették. Amit a hernyó ott látott, az maga volt a csoda, a megtestesült varázslat. A tükörből nem az a csúfcsán tekintett vissza rá, akire eddig szembe kellett néznie, hanem a legszebb élőlény, akit az erdő valaha látott. A pillangó örömkönnye közt táncra perdült az érkező szellővel és napsugárbarátjával, s táncukhoz a tücskök és madarak szolgáltatták a zenét, titokban, láthatatlanul pedig az erdő tündére is csatlakoztak, hiszen eljött a nap, amit mindannyian annyira vártak. Most az a kérésem, mert én értettem a lényegét, hogy beszéljünk erről a témáról, a mi nyelvezetünkre lefordítva, tehát ne a mese világából, hanem a mi mindennapi ember nyelvezetéből. Mert én értettem, hogy miről van szó. Az én olvasatomban ez annyit jelentett, hogy ugye a lelket rendbe kell hozni, föl kell készülni egy új kapcsolatra, el kell hinni, hogy ez nekünk is megadatik. De adom a szót, és beszéljünk erről is egy kicsit. Köszönöm szépen! Igen, ez a legfontosabb. Az első lépés ahhoz, hogy megtaláljon minket a szerelem, az, hogy elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Hányszor, de hányszor nézünk gyűlölettel a tükörbe, hányszor nézünk úgy magunkra, hogy Úristen, ez én vagyok, hogy lehetek én ilyen, akár a külsőnkre nézünk így, akár az önbizalom hiányos belsőnkbe tekintünk be egy picit, mindig azt gondoljuk magunkról, hogy ez kevés, ez nem lesz elég másnak. Hogy lenne akkor elég? Hogyan várjuk azt, hogy megszeressen bennünket bárki is, hogyha magunkat nem vagyunk képesek szeretni? Tehát az első és legfontosabb lépés a szerelem megtalálása felé az, hogy szeressük meg önmagunkat, és fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. És akkor idővel eljön a változás. Beérkezik az életünkbe az, amit annyira várunk. Ugye ez nem csak a szerelemre érvényes, ez a mindennapi életünkre is érvényes. Tehát itt van már a közös találkozási pont a szerelemnél, a többi tevékenységünknél, hogy higgyük el, hogy nekünk is jár ez. Higgyük el, hogy megkaphatjuk, ha felkészülünk rá, és vállaljuk a változást. Mint ahogy a hernyó is ugye változott, megváltozott, lepkelett belőle, és tényleg elhitte azt, hogy neki is megadatik. Tehát ez volt a bevezetése ennek a dolognak, ez volt a kezdet. Akkor folytassuk a következő résszel, és akkor szépen ki fog ebből alakulni egy szép egész dolog, és így mindenki könnyebben meg fogja érteni. Adom a hangot. Köszönöm. A következő mese szintúgy nem kifejezetten szerelmes témájú, de benne van valami, ami megelőzi még a szerelem megtalálását, és ez maga a várakozás. A mese címe Téltemető. Így február közepén ez talán egy aktuális mese, bár ma nagyon szép tavaszi napunk volt. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a világ közepén, ott, ahol a mélyben a föld szíve dobog, volt egyszer egy kerek erdő. Fái karcsúak és erősek voltak, égbe törtek, felhőkig hatoltak. Ebben az erdőben rengeteg lélek talált helyet, mindenféle testbe bújtak, és úgy éltek békésen egymás mellett. Voltak itt őzek, vaddisznók, rókák, mindenféle rovar és bogár, milliónyi madár és virág. Emberek is sokszor jártak erre, mert a hely különleges szépsége vonzotta a szívüket. Hanem élt még itt sok olyan élőlény is, akiket emberi szem nem, vagy csak kivételes esetekben pillanthatott meg. Az erdő ugyanis rengeteg manónak, és talán még náluk is több tündérnek adott lakhelyet. A tündéreknek egész országa volt itt, és királyuk igazságosan és bölcsen irányította őket. Volt ennek a tündérkirálynak egy csipetnyi kislánya. Ez a kislány nemrég látta meg a napvilágot, alig volt nagyobb, mint egy falevél, de kíváncsisága az egész tündér népével vetekedett. Mindig mindent tudni akart, és szüntelenül csak kérdezett. Mi ez? Miért ilyen? Hogyan működik? Mit csinál? Mit eszik? Mikor alszik?
zúdított a kérdések egész áradatát minden nap szeretett szüleire. A tündér király nagyon szerette lányát, és szívesen megfelelt volna összes kérdésére. De sok esetben maga sem volt biztos a válaszban, máskor viszont ideje nem engedte, hiszen fontos, az egész népet érintő kérdésekben kellett döntéseket hoznia. Azt azonban nem szerette volna, ha kislánya akár egyetlen kérdése is megválaszolatlan marad, ezért megbízta az egyik udvari bölcset, mindközül a legbölcsebbet, hogy a tündér hercegnőt mindenre tanítsa meg. A bölcs sem volt rest, maga mellé vette a kis hercegnőt, és minden nap az erdőt rótta vele, hogy megmutassa neki az élet minden csínyát, dinnyát, s feltárja előtte minden titkát, amit csak a tündérlányka megérteni képes. A kis hercegnő pedig folytatta a kérdezést, akkor kezdte, amikor az első napsugara kibukkantak fák koronái fölött, és abba sem hagyta addig, míg a nap vörös tűzben égő korongja le nem szállt a látóhatár pereme alá. Az öreg bölcs tündér szorgosan felelt minden kérdésére, s ha elsőre nem értette meg a lányka, bizony nem volt rest, akár ezerszer is elmagyarázott mindent. Telt múlt az idő, a tavasz, amikor a tündér királylány született, a nyár váltotta fel, az eddig színpompás virágok elhullatták szirmaikat, s mindegyik termést, magot nevelt. Ahogy járták az erdőt, az öreg bölcs mindenféle magból szedett egyet a hercegnővel. Miért kellenek ezek a magok, drága mester? Kérdezte a királylány. Egyszer majd kérdezel tőlem valamit, és ahhoz kellenek, hogy arra a kérdésedre megfeleljek. Válaszolta halkan az öreg, s rótták tovább erdőbéli köreiket. Elmúlt a nyár, a fények megfakultak, a nappalok rövidebbek lettek, és a hosszú éjszakák délből szőtt csipkeruhával borították be a reggeleket. A virágok elszórták magvaikat, és elszáradtak, a fák pedig először színes köntösbe bújtak, majd megunva haldokló levelei súlyát, levetették magukról a lombruhát, és mesztelenül meredtek az ég felé. Egy napon így szólt az öreg tündér a királylányhoz. Vesd el te is a magokat, amiket szedtél, alaposan takard be őket porhanyos termőfölddel, és locsold meg harmatos forrás vízzel. Mi értelme van ennek? Kérdezett vissza gondolkodás nélkül a kis királylány, mert a kérdezés eddigre lételemévé vált. Egy napon felteszed azt a kérdést, aminek a válaszát te magad ülteted a földbe. Most már igen kíváncsi volt a tündér királylány, de mintha csoda történt volna, elhallgatott, s aznap nem is kérdezett többet. Az ősz is tovaszált, helyére a tél sötét hidege telepedett. A tündér királylány úgy érezte, körbeöleli, átjárja és megfojtja őt ez a hideg. Ekkor hóperhek kezdtek szállingozni az égből, és hamarosan mindent fehér halotti fátyol borított be. A hercegnő csendben nézte, amint körülötte elpusztul az élet, ami korábban olyan szépséges volt. Szívét szorongatta a halál jeges lehellete, szemébe könnyet csalt az elmúlás fájdalma, és így könnyes szemmel fordult az öreg tündér felé. Miért hal meg minden bölcsapó? Kérdezte sírástól elcsukló halk hangon. Úgy látod, meghal minden? Úgy látod, a tél megöli az életed? És ha azt mondom, tévedsz, elhiszed nekem? Nehezen, felelte a csöpp tündérlány, miközben újabb könnyebb gördült végig bársony piros arcocskáján. Pedig a tél az élet anyaméhe. Az élet csírája bújik meg benne, és védi őt puha takaróval. Amiket ősszel elvetettél magok, nem haltak meg. Ott vannak a földbe vackolódva, puha hóba bújva, s várják a kikeletet, amikor életre kelhetnek. Nem halál az, amit látsz, csupán álom. A dolgok felszíne, de a mélyben ott bújik mindig az élet kezdete. Minden élet így kezdődött el? Úgy érted, várakozással? Nos, igen, hosszú csend előzi meg a világra érkezést. Várd meg te is, míg elmúlik a tél, és meglátod, mit teremtettél. A kis tündér királylány ettől fogva egyet sem kérdezett. Felült egy magas ágra, és onnan nézett csendben a fajba bújt álomvilágra.
mint mindennek, ami a látható világban létezik, a télnek is vége szakadt egyszer. A tavasz üde, szellős lehellete messze kergette a hófelhőket, és felolvasztotta a legvastagabb jégréteget is. Az olvadó hó beszivárgott a mélybe megbújt magokig, és táplálta őket az életet adó vízzel. Azok megduzzadtak, csírázásnak indultak, és a fák első kipattanó rügyeivel egyszerre bukkantak elő a tündér király lányvirága is. Hamarosan színek kavalkádján pompázott az erdő, és a csöpp tündér megértette, miről mesélt neki a bölcsapó. Ettől fogva sosem félt a téltől sem, a várakozástól sem, és kérdezni sem kérdezett, csak ha úgy hozta a kedve. Szóval ennek a résznek is megvolt a mondani valója. Várakozás. És tudni kell kitartani, várakozni. Tehát ez a mese, ez egy nagyon tanulságos mese, legalábbis az én számomra biztos, és gondolom a hallgatók is tudtak vele azonosulni. Tehát mindennek megvan az ideje. Mindenkor mindennek megvan az ideje. Tehát én azt szoktam mondani ezzel, hogy mindig ki kell várni a búcsú napját. Nem lehet előbb búcsút tartani, mint ahogy a kiírt ideje van. És nem lehet megerőszakolni semmit, se növényeket, se magokat, semmit, hogy előbb hajtson ki, mint ahogy a megírt ideje van. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan még van-e mondani való. Adom a hangot. Köszönöm szépen. Hát igen, ugye a mai rohanó... Most van, jó. Tehát köszönöm. A mai rohanó világunkban ugye nagyon türelmetlenek lettünk. Nekem van egy nagyon kedves graffitim. Így hangzik, Istenem, adj türelmet, de azonnal. És ez rám nagyon jellemző volt nagyon-nagyon sokáig, aztán az élet úgy gondolta, hogy már nem illik hozzám a türelmetlenség, és szépen lenevelt róla, kemény leckékkel, tehát ezt mondanom sem kell, de szerintem ezt nagyon sokan tapasztaljuk az életben, hogyha valamit nem akarunk megtanulni, akkor azt azért visszakapjuk egy párszor, és előbb-utóbb kénytelenek vagyunk elfogadni, és kénytelenek vagyunk változni. Ez csak rajtunk múlik, hogy milyen sebességgel. Nekem a türelmetlenség volt az egyik nagy problémám. Nem mondom, hogy már színütösre vizsgálnék belőle, hogyha most osztályoznál bárki is, de volt honnan fejlődni, és van még hova fejlődni, tehát erről ennyit. Egyébként pedig van egy ilyen nagyon bölcs mondás, hogy ha egyszer fát ültettél, akkor ne húzd ki minden nap, hogy megnézd a gyökerét, meg megnézd, hogy hol tart a növekedésben, tehát azt meg kell várni. Meg kell várni, ugye, amíg a fá megérik a gyümölcs is, és ezt a várakozást, ezt nagyon fontos megtanulnunk. Egyébként elmondom én is neked, csak hogy tudd, hogy nem vagy egyedül. Én is mindig nagyon türelmetlen voltam. Nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon sokszor a fejemre lett koppintva. Tehát mindig megkaptam azt, amit ugye türelmetlenül vártam, megerőszakoltam azt a bizonyos dolgot, és most ezt nem szó szerint kell venni, de az ember hajlamos arra, hogy azért is megcsinálja, még akkor is, ha nincs itt az ide, de akkor is nekem legyen igazam. Na hát ezért megkaptam én is a megfelelő fejbekorintást, és gondolom itt ezzel más is egyetért, nem csak én. Tehát a türelem az tényleg rózsát terem, ez a közmondás, ez nagyon igaz. Úgyhogy egy párkapcsolat előkészítésében ugye fel kell nőni a dolgokhoz. Ki kell várni, dolgoznunk kell magunkon. Tehát nem szabad feladni. És mindennek megvan a sora az életünkben, ugye itt a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, és ezek egymás után váltakoznak. El kell vetni azt a bizonyos magot, hogy aztán legyen, hogy miből kikeljen az a fa, az a növény, és azt tudjuk ápolgatni tovább. És utána ugye jön a betakarítás. Tehát előbb mindig adni kell, hogy legyen miből elvenni. Nekem ez egy nagyon nagy mondásom, és én ezt úgy szoktam magamnak is mondogatni, amikor úgy dilemmában vagyok, hogy igen, hát előbb legyen miből adni, hogy utána, hogy tudjak adni, hogy legyen miből elvenni. Tehát mindenképpen ez. Hát akkor folytassuk, adom a hangodat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha már egyszer megtanultuk szeretni magunkat, és megtanultunk várakozni, akkor jó esélyünk van arra, hogy előbb-utóbb megtaláljon minket a szerelem. Nem szeretnék senkit sem illúziókban ringatni, ez még ilyenkor sem mindig könnyű. Erről szól az Öreg tenger és a vízcsepp című mese, amit a páromnak ajánlok, és neki köszönhetek, és azért ennek már egy happy endes vége lesz, megígérem. Az Öreg tenger és a vízcsepp.
Egyszer, réges-régen, az idő kezdetén, vagy még annak előtte, nem létezett semmi más, csak az öreg tenger, de benne ott volt minden. Volt, ami a valóságban megjelent, és volt, ami csak lehetőségként volt jelen. Az öreg tenger tudta és unta ezt, ezért életeket teremtett, és benépesítette a vizet. A tengerben az élőlények számára bőséggel állt rendelkezésre minden. Gazdagon volt élelem, és a víz puha, meleg simogatással ölelte magához összes teremtményét. Amikor az öreg tenger már eleget csodálta a vízi életet, tekintete egy sziklára esett, s úgy gondolta támadt. Mély lélegzetet vett, majd összehúzta magát, s előbukkantak a szárazföldre. Azt gondolnánk, a szárazföldeken a tenger nem volt jelen, pedig igen. Ott is új életeket teremtett, s minden állat vagy növény őrizte magában a vizet, a föld felett, a levegőben pedig páraként létezett, s onnan figyelte az életet, ami pedig sokkal nehezebb volt, mint a tengerben. Az élőlények csak emlékként őrizték magukban a vizet, melynek hiánya örök szomjazásra kárhoztatta őket. Látta ezt az öreg tenger, ezért időről időre követeket küldött a szárazföldre, s esővel itatott meg mindent. Ilyenkor így szólt a vízcseppekhez, akik benne rejlettek, és akik őt magát alkották együttesen. Drága szeretett gyermekeim, önként jelentkezőket kérek, akik elviszik a híremet a szárazföldre, és akik a nevemben táplálnak minden életet. Hosszú és nehéz út vár arra, aki úgy dönt, hogy innen elmegy, de végül mindannyian visszatértek hozzám, és én újra szeretettel ölellek magamhoz benneteket. Sokan jelentkezte, sok kis vízcsepp tolongott, hogy segíthesse az öreg tenger, az pedig a felszínre emelte a cseppeket, hogy a nap felszáríthassa őket, belőlük felhők keletkezzenek, a szél a szárazföld fölé fújhassa őket, és ott esőként lehúlva teljesíthessék az öreg tenger kérését. Így történt ez a mi kis vízcseppünkkel is, aki nagyon vágyott arra, hogy segíthesse a tenger, de még inkább üzte a kíváncsiság, hogy milyen lehet az élet nélküle. Felúszott hát a felszínre, azaz csak úszott volna, de nem volt rá szüksége, mert a többiek, akik nem mertek vállalkozni a küldetésre, szinte hősként vittek fel a hátukon minden egyes bátor vízcseppet. Amint cseppecske megérkezett, már jött is érte egy forró napsugár, és emelte fel egyre magasabbra az ég felé, ahol már sokan várakoztak felhőként tornyosulva. Cseppecske nagyon élvezte a szárnyalást, gyönyörködött a tájban, amely egyre nagyobb léptékben mutatta meg magát. Mit sem törődött az égető fájdalommal, amivel a napsugár magához emelte, sem a szédítő mélységgel, ami alatta tátongott. Hálás szívvel intett búcsút az öreg tengernek, aki megengedte, hogy útra keljen, majd vidáman csatlakozott a felhőben gyülekező többi csepphez. Nagy volt a tolongás, egymást lögdösték, taposták. Cseppecske nem értette, hiszen a tengerben is sokan voltak, mégis jól megfértek. Kezdte érezni, mennyire más helyre érkezett, pedig még csak ez volt a kezdet. Nem kellett sokat várnia, nagy erejű szélurasság megérkezett, s hatalmasat taszított a felhőn, a szárazföld felé terelve azt. Cseppecske alig bírt kapaszkodni, nehogy már a tenger felett kiessen. Amikor Cseppecske nem bírta már tovább, elengedte a felleget, és halálra váltan zuhant a mély bele, amíg hatalmas erővel földet venne. Olyan erősen csapódott a talajnak, hogy két részre szakadt, s részei egymástól távol pattantak. Cseppecske azt gondolta, ekkora fájdalom nem létezik. Hová lett az ő másik fele, mihez kezdjen nélküle? Hogy megy így majd haza az öreg tengerhez? Földet érésekor Cseppecske egyik fele egy pocsolyába huppant bele, míg másik része egy fagyokerénél összegyűlt tócsába érkezett. Hol van a másik felem? kérdezett Cseppecske minden arra járó vízcseppet, de senki nem tudta, kit keresett, és mindannyian a saját fájdalmukkal voltak elfoglalva, a saját párjuk megtalálásán fáradoztak. Hol a párom, merre lelem azt, aki egy velem, tudakolt a cseppecske másik fele a többiektől a fagyokerének védelmében. De senkitől nem kapott feleletet,
ugyanúgy, ahogy ő sem tudott segíteni azoknak, akik szintén a párjuk után kutattak. Hamarosan egy kis állat érkezett a pocsolyához, s Mohon lefetyelte a vizet, vele együtt Cseppecske egyik felét is lenyelte. Ő pedig megnyugodott, hogy legalább az öreg tengel kérését teljesíthette, s kicsit kevésbé fájt már a lelke. A kis vízcsepp másik felét hamarosan a fagyokere szippantotta fel, majd törzsén és ágain keresztül a legmagasabban lévő levélhez vándorolt, ahonnan ismét a napsugara szárította fel, és ezzel megkezdte hosszú-hosszú körtáncát, ismét esőként hullva le, majd táplálva újabb és újabb életet. Cseppecske azon része, amelyik a pocsolyába esett, csak nagyon lassan tudta elhagyni a kis állattestét. Amelyre csak járt, mindenütt segített. Hol a száját nedvesítette be, hol a vesséjét mosta át, míg nem távozhatott belőle. Cseppecske bár a pocsolyában piszkosnak érezte magát, de most annyira szennyesnek tűnt az élete, hogy szinte elsírta magát. Egy kóbornapsugár meglátta ezt, és így szólt hozzá. Ne sírj, gyere felemellek, megtisztítalak, és esőként újra visszahullhat. Cseppecske mindent akar, csak azt az egyet nem. Még élénken emlékezett első zuhanására, s nem akarta még egyszer átélni ugyanezt. A napsugár sokat könyörgött neki, míg elhitte, hogy ezúttal minden másképp lesz. S valóban a nap finoman szárította fel, az eső pedig lágyan egy tóba ejtette, mely kicsit az öreg tengerre emlékeztette. Cseppecskének ez a fele is megkezdte tehát hosszú körforgását. Cseppecske volt minden, hol fűben, fában, kisvirágban, hol egy-egy állatban öltött testet, de volt, amikor a sötét barlang legmélyére szivárgott le, volt könycsepp egymástól elválasztott szerelmesek szemében, és az is előfordult, hogy égető tűzre öntötték. A kis vízcsepp mindkét fele bejárta a nagyvilágot, mindenütt az öreg tenger kérését teljesítette, mindenhová elvitte a hírét, és mindenhol táplálta az életet, de eközben mindvégig a párja után sóvárgott, mindenben és mindenkiben őt kereste. Egy koratavaszi hajnalon egy reménykeltő napsugár két szomorú vízcseppet szárított fel. Először az egyiket lágyan letette egy felhő szélére, majd visszanyúlt a másik szomorú vízcseppét, és egész közel helyezte őket, de úgy, hogy nem láthatták egymást. Azután szélurasság finoman meglengette a felleget, és az esőcseppek hullani kezdtek belőle. A két szomorú vízcsepp, Cseppecske két fele is lepottyant, és két egymás mellett álló hóvirág fejére érkezett. A lágy szendőben ingatózó virágokon logatták tovább az órukat, míg nem az egyik úgy döntött, hogy felemeli a tekintetét és a napba néz. Hát, amint a fény felé fordította az arcát, mit látott Cseppecske? A hiányzó másik fele ott szomorkodott a szomszéd hóvirágon. Ó, széluraság, most segíts, jól látom, ő a párom, a hiányzó másik felem. Kérlek, szélúr, ha tényleg ő az, érint össze minket. Szélurasság boldogan teljesítette a kérést, hiszen a nappal együtt már nagyon várták, mikor segíthetnek a két kis elárvult vízcseppnek. Lágy szellő kerekedett, s finoman egymásnak érintette két virágfejet, miközben Cseppecske két fele a tündöklő napsötésben egyesülhetett. Sokáig lengedeztek örömükben némán egymást ölelve a két hóvirágfej között. Majd egy vidám ugrással az alattuk csörjedező patakba vetették magukat, az pedig rohant, szaladt velük az öreg tengerhez, aki már mosolygó szívvel várta őket. Így volt, igaz volt. Hát én próbálom egy kicsit lefordítani a köznapi nyelvre, tehát nem a mese világába, bár nekem ez annyira simogatta a lelkemet ez a mese, tehát olyan jó érzésem volt tőle. Tehát itt a lényeg az, hogy ki kell tudjuk várni az igazi szerelmet. Tehát sok csalódáson megyünk keresztül, majd utána visszadom a szót, és elmondod, hogy ez te hogy gondolod, de én nekem ez jött le most, hogy sok-sok csalódáson megyünk, sok-sok dologgal találkozunk, ami nem biztos, hogy jó, de még akkor is megvan a remény arra, hogy talán megtalálhatjuk az igazi párunkat. Adom a hangodat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem csak megtalálhatjuk, hanem megtaláljuk.
Tehát most olyan időket élünk, amikor ennek igazán mindenkinek megvan az esélye arra, hogy megtalálja az igaz szerelmet, amint önmagát rendbe tette, és amint végigjárta azt az utat, amit saját magának kijelölt, mint megtapasztalta azokat a dolgokat, akár a legnagyobb fájdalmakat, a legnagyobb mélységeket, a legnagyobb sötétségeket is, amiket ő magának kiválasztott, még mielőtt ide megérkezett. És nem csak ez a fontos, hogy ezt az utat végigjárjuk, hanem az út végén ott volt a mesében, hogy fontos, hogy a fény felé fordítsuk a tekintetünket. Mert az vette észre a párját, aki a fényt kereste. És szerintem ez a kulcs ahhoz, hogy az igazi szerelmünk ránk találjon. Türelem, kitartás, önmagunk elfogadása, és az, hogy mindig a fényt keressük, akármilyen helyzetbe sodor minket az élet, akármennyire reménytelennek tűnik a helyzetünk. Hát igen, ezt szépen mondtad, meg ezek a mesék is nagyon szemléletesek voltak számomra. Én amúgy is szeretem a meséket hallgatni, mert ezek olyan léleksimogatók. Tehát itt az ember tud egy kicsit elgyengülni, ellazulni. Tehát az a jó érzés, hogy jaj Istenem, hallgatom a mesét, és minden szép, és szemléletes, és jó. Tehát egy kicsit a külvilág zajától elvonultam, de viszont a meséknek is nagyon-nagyon velős mondani valója van. Tehát most is láthattuk, hogy igencsak volt mondani valója bőven. Hát szépen elment az időnk, én még hallgatnám egy jó ideig, egész biztos, nagyon szívesen. De viszont még van itt még, amit szeretnél mondani, tudom. Tehát vissza is adom neked a szót, csak tényleg még annyit szeretnék mondani, hogy és nem csak a szerelemben kell ezeket a kritériumokat a szem előtt tartani, hanem az egész életünkben. Na, remélem azért tetszett ez a más szemszögből megközelített Valentin napi előeste, tehát hogy ne csak azt az elcsépett szót, hogy szerelem, tehát azt csépeljük mi is tovább, hanem így belenéztünk a mélyére, egy más szemszögből néztük meg, visszaadom a hangodat Szilvi, és akkor kérlek szépen még azt a két kis verset, azt mondd el nekünk. Ez a két vers, amit hoztam, ez már mind a kettő a beteljesült szerelemről szól, és ezekkel szeretném lezárni a mai estét, hogy tényleg meglegyen a happy end mára, és hogy örömmel várjuk a holnapi napot, akár mellettünk van a párunk, akár csak várjuk, hogy megérkezzen. Ezt a kettőt szeretném még ajándékba adni nektek. Az elsőnek a címe Szemedben. Tegnap este kérdezted, mit látok a szemedben. Szemedben látom a csodát, akit te vagy, s szemeden át csodának látom önmagam. Mit látok még szemedben? Vágyadat látom, mely engem keres, s látom saját vágyamat, mely örökké te hozzád szalad. Szemedben csillog a szerelmed, s szerelmemet látom te benned. Szemedben látom még a csillagot, mely az én szememben is ott ragyog. Szemedben látom az életet, mely ezer titkot rejteget. Szemedben látom a végtelen, s felismerem Istent te benned. S mivel szemeden át önmagam is látom, magamban is Istent megtalálom. Ez volt az egyik, a másik pedig a szíveden feküdtem. Szíveden feküdtem, s dobogott bennem az érzés. Betöltötte testemet, keringett bennem, mint a vér. Szeretlek, szeretlek, dobolta a motor, s minden sejtem erre az ütemre dobolt. Szíveden feküdtem, két karod átölelt, én felolvadtam, mint egy hófehely. Nagyon-nagyon köszönjük szépen. Legalábbis én nekem, én a saját nevemben tudok természetesen nyilatkozni, de nyugodtan, aki itt van, írjon oda a chat falra, hogy tetszett. Egy kicsit más megközelítésből néztük ezt a dolgot. Nekem nagyon sokat adott. Én nagyon nagy töltést kaptam ettől, és nem csak a szerelemre, mint ahogy mondom, hanem az egész életemre visszagondoltam, belegondoltam, hogy igen, fejlődni kell, türelmesnek kell lenni, és haladni, fejlődni, és várni. És kivárni azt, ami megvan, megadatik, vagy hogy mondjam, szóval, ami megadhat az embernek
Tehát mindenképpen, én úgy gondolom. Úgyhogy én nagyon jól éreztem magam, de látod, Szilvi, ez a sok nulla egy tapsot jelent. És ha itt elolvasod, itt tényleg mindenki azt nyilatkozik, hogy nagyon szép. Úgyhogy úgy gondolom, hogy talán sikerült megérinteni a nézőknek a szívét, a lelkét. És én úgy gondolom, hogy ez volt a cél. Adom vissza a hangodat egy pillanat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem ma este veletek. Nagyon-nagyon nagy öröm ez nekem is. Már maga az, hogy idáig eljutottam, tehát ez valahol ajándéka az életnek, de valahol nagyon meg kellett küzdeni. Erről nagyon sokat tudnék mesélni. Amiket a mesékben leírtam, azok mind-mind tapasztalatokból jönnek. Tehát ezeken a folyamatokon át kellett menni ahhoz, hogy az ember megtalálja azt, amiben jól érzi magát, akár a munkájában, akár pedig a párkapcsolatban végre rátaláljon az igazi szerelem. Úgyhogy ezek a mesék, ezek tapasztalatból születtek, és remélem, hogy az én tapasztalatom tud segíteni nektek is. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. És ha igen, akkor tartsatok velem március 7-én 18 órai kezdettel is, amikor nőnap alkalmából két párkapcsolatos mesét hozok el nektek. Ezek a mesék ott kezdődnek, ahol a többi mese általában véget ért. Azaz arról szólnak, milyen kihívások várnak férfiakra és nőkre, miután egymásra találtak, vagy miután elcsattant az első csók. Várlak benneteket szeretettel március 7-én is. Köszönöm! Köszönjük szépen, Szilvi, és nagyon köszönöm az itt lévő közönségnek is, hogy kinyilvánította a tetszését. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok, és ezzel a lelki töltéssel akkor készülünk a Valentin napra. De még azt hozzáteszem, nem erről az egy napról van szó, az egész évről. Mindenkinek szép estét, és jó pihenést kívánok. Sziasztok!